A rossz napot kívánok, kedvetlen nézőink, szívből jövő gyűlölettel köszöntök mindenkit. Megöltem a fodrászomat, meghúzta aljam. Émelyük Áron, a sötét nagyúr SN, serial number és SN-nel biztos a Harsányi Levi tud mondani valami sokkal jobbat, rövidítés SN, de nem a sűn, se veled, se nélküled. Azt ne, csak veled. Csak nélküled, veled. Hát hogy hát. És itt van velünk a Bombon zenekar basszusgitárosának legjobb barátja, Peti, Szolnoki Peti. Vajon Levente és Péter felkészültek Áron sötét oldalára? A sötét nagyúrnak számít a barátság? Maradjatok velünk, izgalmas csata következik! Az a baj, hogy két nagyon jó barátom, emiatt egyébként sok kellemetlenségük lesz emiatt a kijelentésem miatt, de hogy a gonoszság az most nehezemre fog esni. Megmondom őszintén. Úgyhogy legyetek sokkal ellenszenvesebbek. Jó. Legyen is. Már meg is van. Kész vagyunk. Na. Beszélgessünk, mi van veletek mostanában, Levi? Egy kapunyitási pánik van vagyok most, tehát nem tudok annyira nyitni, hogy mindenkit ne engedjek magamhoz közel. Ez egyfajta felhívás volt azoknak, akik úgy érzik, hogy most elindulnának a stúdió felé, pontos címet majd később, ha kaptunk ugye leveleket, fényképpel, névvel ellátva. Ahogy szoktam mondani, hozzád rajtam keresztül vezet az út, tehát jól gondolják majd. Ebben a tekintetben, amiről most Levente beszélt, én nagyon-nagyon jól érzem magam. Hál' Istennek, úgy családilag, mint egészségileg. Viszont... pszichológus. Viszont... Sztori tanár, akitől elvették az utolsó. Szakmai szempontból pedig egy jubileumi évet nyitunk, hiszen a Bombon zenekar 25 éves, én 50 éves leszek, valamint írok egy történelmi musicalt, ami szerintem kb. Pont ebben a korszakban játszódik, mint ez a játék. Aha. Jó, szuper. Nézzük meg most valami kínzást valami filmből, jó? Jobb kedvedre üljek. Oké, meg vagyunk. Na, megtörtént, gyerekek, nagyon egyszerű, akkor nézzük meg, hogy hogyan döntjük. Nincs nálam, de nálam van a doboz. Pillanat, mindjárt jövök. Azonnal itt vagyok. Ez az. Húzzál belőle, kérlek. Ne nézz bele. Most csak annyi, hogy ki fogja elkezdeni a játékot. Ez egy ilyen rövid dolog. Csinos partnernőm Levi. 25-ös, egy... 25-öst húztad, ne kamuzál. 12-es. Nekem a 8-as. 8-as, na akkor 21-es. Jó, húzok újat, mert lestem. De komolyan. Jó, de nekem lehet. Embertelen csalás. Jó, egy, na. Na, tessék. Mit húzok ki az egyest? De ez mit jelent? Fasza, mármint a szó jó értelmében. Hogy azt jelenti, hogy te kezded a területválasztást. Jó. Keleti kapu, csipkésfölök és végtelen hegység. Javaslom, hogy... Te hol vagy itt? Én még itt sehol, mert én vagyok az utolsó, aki választ. Jó. Hol akarsz lenni? Ne. Azt mondom, hogy a csipkés. Az jó lesz. Neked az? Csipkés fjord vagyok. Fjordiné, a csipkés fjordiné. Én meg a végtelen hegységet választom. Ez a baj. Végtelen szeretettel neked adom. Neked ajándékozom. Egyébként a rövid kerettörténet az, hogy a sötét nagyúr megtámadta a szigetet, az a fekete folt már az enyém, és akkor most... Milyen szándékodott? Letelepedés, vagy a utazási irodák? Államkötvények. Jó. Ilyesmi. Teljesen jó. Visszavesszük akkor, azt tudod? Nyilvánvaló. Keleti kapu. Meg szerettem volna, hogy a nyugdíjrendszert valamit így helyre rakni itt a szigeten. Keleti kapu. Az lesz az enyém, megvan a területfelosztás, és most pedig... Jó. Elkezdődik. Adózás szempontjából. Ez egy adóparadicsom. Azt hagyjuk is az adózást most, azt mert a végig úgyis elveszünk tőle. Na. Adózzunk emlékének van. Tessék! Adózzunk a játékosok emlékének, akiknek vére hullott itt ezen a földön. Igen. És ne felejtsük el, hogy a sötét nagyúr belül egy érző ember. De nem. Az első kérdés. Melyik rajzfilmet mutatták be legkorábban? Szilaj, a Vadvölgy paripája, melynek énekese itt áll mellettem, Szolnoki Péter, és jobb, mint a Bryan Adams, ezt el kell mondjam. Szolnoki Péter. Megjelent már így? Nem, csak most itt téged a Mackó testvér énekelte Szolnoki Péter, szintén. Igen. Spongyabob ki a vízből. Abban is éneklek. Tényleg? Igen. Tényleg. De kivel vagy ott jóba? Bolba Tamás. De nem, nyilván ezt Amerikában. De várjál, akkor énekelj már Spongyabobból valamit. Melyiket énekelted? Mert a többit azt tudom. A főcímdal, de már nem emlékszem a szövegére. Na, kockanadrág. Ki lakik oda lenn, mit rejt? Ki lakik oda lenn, itt lejt a víz. Spongyabob, kocka, mit tudom mi, hogy van már. Nagyon rég, ezért rég volt ez. Figyelj, jó, hát ha engem hívnak énekelni, én fogok rá emlékezni. Ahelyett, hogy a Szilajból kérdezted volna, arra sem emlékszem. Dehogy nem. Ez egy új szív, ez egy új hang, a szív minden dobbanása új kaland. Vissünk tovább, vissünk tovább. Nekünk nagyon sokat néztük a Szilajt. Akkor is volt a Toy Story-ba is én énekeltem. Toy Story, játékháború 2, abból is énekeltél? Abban is énekeltem. Melyik volt legkorább? Te ezt tudod, Peti? Melyik volt legkorábban? Legkorábban melyik volt? De ezzel kizárod a fiatalokat ebből az egész szakmából. Toy Story 2. Én tudom, szerintem a Toy Story 2 volt. Melyik? Toy Story 2. Az ott legkorább, Mackó testvér nem volt előbb? Nem. Az 2006-ban volt a Mackó testvér. Megnyom a kettest, jó, azt mondtad, elmondom, hogy Mackó testvér lesz az első. És a Szilaj az 2001 volt. Most mondom. Jaj, de izgatott vagyok! Ugyanazt megnyomtátok, ami azt jelenti, hogy ha rossz a válasz, akkor 3 lépésem van, és 3 lépésből 1, 2, 3, mind a kettőtöket meg tudom csapkodni. Tehát az torony döntés. Jó válasz, Toy Story 2, oké, megúsztátok! Megúsztátok. Ezért jöttem át Pestről. Jó hír. Na, Levi választ először területet. A lángoló hegyek, a sötét erdő és a kalózöböl néz ki neked. Igen. Kalózöböl lennék. De miért? Tulajdonképpen. Avval messzebb, nem tudsz rám csapálni. Ja, már ez nekem jó. Sötét erdőt, nekem jó. Nem, én próbálok még segíteni az elején, azt utána meg nem. Helyes. Akkor viszont a kalózöböl. Jó, sötét erdő legyen. Jó, mert így akkor ott vagy. Majd visszafoglalom egyébként, tehát nem probléma, csak hogy... Mondd, én mit választanék? Na? Tehát akkor legyen a lángoló hegyek. Kemény vagy. Az jó. És akkor jövök én. Igaz? Hát te mit? Te nem is mondtad semmilyen választ. De itt most fekete maradt az enyém. Az már a Levié, nem? Melyik? Hát a kalózöblöt választottam? Azt, igen. Azt, igen. Jó, oké, a varázsló sziklái. Jó, hát te tudod, oké. Varázsló sziklái. Varázslók sziklái. Jó. Elnézést? Ennyi. Nem is adtál jó választ. Mi pedig? Ugye? Hát... alanyi jogon. Mit nevezünk mikrobiótának? Jó, hát ez a bennünk élő mikroorganizmusokat, a vér legkisebb alkotóelemét, az ember szűkebb életterét, vagy a Mátrix emberi keltetőgépeit. Jó, hát nyilván, ugye ez egy hülye. Mik a mikrobióta? Ez kérdés. Na, szerinted? Mik a mikrobióta? Tudom kitalálni. Fogalmam. Legyen a Mátrix? Ha kell nektek idő, akkor nyomjátok meg a pánik gombot. Nem, hát egyből menjünk rá, de mindig ugyanazt mondjuk, az hülyeség. Jó. Mikrobióta. Menj ember szűkebb életterére, menj rá. Kész. A bennünk élő mikroorgazmusok. Nem, mondom az ember... Mikroorgazmus, én azt választottam. Kicsit az vagy, de lehet, ez lesz a jobb. Igen, mert a szimbióta és a mikrobióta, lehet, hogy neked van igazad. Nem, abszolút nincs. Igen. Az ember szűkebb élettere, mint mikrobióta. Hát én most abban vagyok, tudod, és kicsit úgy érzem, hogy ki szeretnék kitörni ebből a páncélból. Ebből a biótából. Egy X-es, igen, egy bióta páncél van rajtam. Idióta vagy. Igen. Semmi, egyiknek sincs értelme számomra. Tehát amit idehoztam tudást, azt nem hoztam be. A helyes válasz ennek ellenére nem, amit a Levi jelölt meg, hanem a bennünk élő mikroorganizmusok. Bravo! De azért ez ijesztő, nem? Hát van ennél ijesztőbb is. A belvárosban parkolóhelyet keresni, de ez is elég szörnyű, amit elmondhatod. Na, Peti! Na kérem szépen, akkor... Gyere! Nézzük ezt a felső síkságot ott alul. Ne, ha menjél föl, éles sziklákra menj rá. Igen, mert gondoltam, hogy visszafoglaljuk a varázslók sziklát. Hát, jó, legyen a varázslók sziklát. De oda kéne eljutni, tehát a cél. Én értem, hogy hova kéne, de én kicsivel. De ő pontokat gyűjt. Azt mondja a Peti, hogy nem rángatja a setét nagyúr bajszát, hanem pontokat gyűjt. Nem? Most már igen. Most már, de legalábbis taktikailag én ezt vélem felfedezni a játékodban, mert 3800-2000-re vezettek ebben a körben még, de most 2-t jövök én, úgyhogy... Már is 2-t? Igen, mert hibáztál. Ja. De alanyi jogon jár egy, a hibádat meg csúnyán kihasználom. Úgyhogy a varázslók szikláit kérem szépen, és akar-e szomszédom lenni című plakátnak megfelelően már is a békeföldjét is magamévá teszem. Erőből dübő! Magamévá tettem a békeföldjét. Erőből dübő, úgyhogy a következő körben, hogyha bénáskodtok, akkor lecsapok. És a kérdés. Ó, hát ez teljesen menni fog. Hiszen ki ne tudná, hogy melyik miniszterelnökünk lépett leghamarabb hivatalba. Darányi Kálmán, Grósz Károly, Lázár György vagy gróf Teleki Pál. Jó, akkor vegyünk el 2-t. Vegyük el a Grósz Károlyt és Lázár Györgyöt, és marad vagy a Darányi, vagy a... Igen. Tegyem az egyiket, én a másikat. Nem, a Telekit. Legyen a Teleki. De simán lett a Darányi. Hát az is lehet. Most kell vegyek egy kábelt. Darányi. Nem kell az öveget Darányi, hanem szépen mondja el a kollega úr, artikulálja. Ez mennyi? Ez ilyen mennyiségjelző ez. Egy olyan Darányi. Egy Darányi. A lényeg az, hogy gróf Teleki Pál, jó válasz! Jók vagytok. Na kérem. Úgyhogy akkor először Levi választ. Hát Békeföldjét azon alad vissza, tehát ezen ne hülyeskedjünk. 400 év a tiéd a Békeföldjén. Petrovics. És akkor visszaveszik ugye a varázslók szikláját. Így van. Hű, de elhatárolódtam tőletek már meg én, és nekem ugye van egy kapásból. Ezt a varázslók sziklát, ezt így húzzuk, vonjuk egymást. Igen, mert hogyha rátennénk egy falat esetleg, az már neki nagyobb falat. Ne tegyétek semmi falat. Ez nem az érettségén, mert elmondta a tanár, hogy jó, akkor gyertek ki, tudta, hogy kivel kell kivételezni, és nekünk elmondta, hármunknak voltunk a legokosabbak, hogyha ő jelzi majd így kéz rátétellel a tétel kihúzásánál. Tehát nem nagyon adja oda, akkor azt ne húzzuk, mert ő tudja, hogy ez egy erős tétel. Az egyik srác, hívjuk Zsoltnak, de csak azért, mert ez volt a neve, ő ezzel dacolt, ne, mert húzta, és azt láttam, hagyja, ne vagy, de meg volt az oka, hogy nem adja oda, mert ez egy tényleg baromi nehéz. Kihúzta, belenéz, azt akkor nem lehet cserélni. Nézd rá a tanár, hát ez nem normális. Zsibbat ujjakkal. Tessének a varázsló sziklája, odaadjuk, visszavesszük. Na jó, ezért a történetért most akkor tényleg eltekintek a varázsló szikláitól, de elfoglalom. Tehát másfele nézek, de visszaveszem. Valami ott lehet. Nem tudok ott ásni egy kutat, és egy méregdrága ásványvíz lelőhely. Varázslók sziklái. Na jó van. Akkor gonoszkodom tovább. Milyen állat a kuszkusz? Na jó, hát ez gyerekek. Tudod? Fogalmam nincs. Ja, azért. Az nem ez a kaja. Fánlakó erszényes állat, belső Ázsiában élő pókfaj, Közép-Afrika erdeiben élő majomféle, vagy falevérre hasonlító bocsáska. De akkor miért nem falevérsáska? Akkor ennek szakmailag megyek neki. Kuszkusz. Legyen mondjuk egy pókfaj. Kuszkusz pók. Szerintem legalább annyi esélye van, mint a majomnak, úgyhogy jó. A belső ásban jövő pókfaj, ez egy fánlakó erszényes állatra. Igen. Kitaláltak ki a kérdéseket, már elnézést. Na, jó, nem rossz ez. Hogyan írnál le egy ilyen kuszkuszpókot? Így, ha így most így tényleg kuszkuszpók. Gyereknek így el kéne vagy. Hát az a lényeg, hogy kusszon. És mondod neki, hogy kusz. Egy ilyen lapos pókra gondoljunk. Igen, igen. Hát én így. Egy kuszkuszpók. Igen, és mint fánlakó erszényes állat, kuszkusz. Hát fél, tényleg van egy hasonló nevű szomszédom, és egy csomót barkácsogat otthon. Őt látom sokszor a fán, de nyilván nem emiatt, hanem kiszámoltam ezzel a gyerekmondókával. Kusz-kusz, ez a teljesen lehetetlen. Tehát ebben mit tett? Ki az, aki ezt tudja? Nincs, az M. Élőlény van, ember nincs, aki ezt tudná. Úgyhogy így kellett nekünk rámenni. De most ha ez alapján Közép-Afrika erdeiben élő majomféle, tökre el tudom hinni. Akkor most megmutatjuk a kedvetlen nézőknek, ez az állat, a kuszkusz. Így van, egy fánélő, majomféle helyett egy erszényes állat. Mondom, gyerekek, hát jó vagy. Köszöntöm is a szomszédom, majd ha hazamegyek. Jó vagy. Hát erszényes állat, de belépőt szed a fára, tehát ő azért van ott. Viszont kettőt sajnos rabolni fog. Igen, és én vagyok az első. De mondtam, hogy gyere utána, mert főleg, ha ilyen, amit tudok, biztos kérdésnél. Kérném a Békeföldjét. Kezdetszé nem akarod. Á, de nem jó, mert most te jössz. És most évő kettővel, meg akartalak, egyel jössz csak, mert te adtál a jó választ, és én a Peti helyett fogok még egyet. De mindegy, maradjunk a Békeföldjénél, mert most vissza akarod foglalni, és én is vissza akarom foglalni. Nem nyerünk annyi időt, hogy akkor ezt így hagyjuk? Akkor hagyjuk így, jó? Na, köszönöm szépen. Következő kérdés. Várjál, picit várjál. Tehát az előbb jó választattam. Tényleg, tehát egy igen, de egy rosszat. Egy kontinentálisan nehéz kérdésre. És miért jössz hozzám közelebb? Miért hozzám jössz közel? Hát mert téged érlek el, hát mert én győzni akarok. Mert pontszámok alapján jobban álltok. Én értem, hogy nekem... az életben is tényleg közel lakunk egymáshoz, de na, menjünk tovább, jó. Egyébként igen, na figyeljetek, most vagyunk a játék felénél, úgyhogy még akár nyerhettek is. Melyik országban van baloldali, hát tényleg, hát baloldali közlekedés? Ez az. Na, mondtuk, hogy politika ne legyen a műsorban, de mindegy. Igen, Kolumbia, Új-Zéland, Portugália vagy Görögország? Új-Zéland lesz az. Igen? Hát akkor nyomjuk meg. Jártál ott? Hát Ausztráliában, igen, és gondolom. Hú, millió, most mennyi egy út Ausztráliába? Hát azt most nem tudom. Jó, viccelek. Autóval Ausztráliából Új-Zélandra. De az 26 óra repülés volt, tehát az biztos, ennyit tudok. Levi választ most. Na, szóval, de amit én mert hogy Új-Zéland a jó megfejtés, bocsánat, igen, ne felejtsék el, hogy Szolnoki úr megint ügyes volt. Igen. Jó. Igen, ne tagadjuk. Jó, Békeföldjét ad ide, azt most már nehogy visszavedd. Egyet választunk csak? Hát most jön a Peti. És akkor, hogyha varázslók szikláit, én megint azt izmosan... De figyelj, de ez nem lesz így jó nekem. Nem mondod el azoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorba, hogy 20 perce ugyanez van? Tehát varázslók szikláit elveszük, visszaveszed, és ezt a rohadt béket... Mondanám, hogy az előző rész tartalmából, de pont ugyanez történt. Tehát, az előző részeg tartalmából. Figyelj, nem akartok falat építeni? De. Szerintem most már építsünk. Kérek egyet a békeföldjére. Egy meg a varázslók szikláira. De egyet tudtok csak. Akkor csak egyet. Akkor. A békét, nem? A varázslókat? Hát inkább, mert varázslók akkor közel jön a békéhez. A varázslók szikláira adjál nekünk legalább egy falat. Jó, én akkor azt most le is bontom. Egyem azt. Ennyire jó fejét. Nem, mert kifizeted a köműveseket, én meg azt lebontottam a francba. Na most, és most? Most egy csúnya összeget most eltapsoltál ott. Ennyi, kész. És mostantól én is építetek falat. Tök hülyeség volt nektek most falat építeni, de én nagyon örülök. Na, milyen sportákban versenyzett fiatalkorában Bud Spencer, de ennyi. Pont a szakértőknek nem lehet! Nem akarom! Nem akarom! Labdarúgás, kapus volt. Ökölvívás és birkózás, úszás és vízilabda, labdarúgás vagy kajak, kenu. Vajon? Úszás és vízi, ugye? Úszás és vízi. Jó, hát rangom alulnak érzem, hogy most bármit kommentáljak el. Erről beszélek, és ez legyen jó válasz. Jó van, megint jó válasz érkezett, akkor Peti, te választasz most területet. És jöttök megint közelebb. Nézzük csak. Ez az. Ne, most ne azt, amire gondolsz, most a másikkal. Erről beszélek. Gyönyörű. Nagyon szép, átgondolt döntés volt. Én is választhatok egyet? Hát miután jó választottatok. Akkor viszont téged megtámadok. Hogy? Nem léphetek egyből meg oda? Hát nem, mert neked csak a sötét erdő. Hát nem vagy velem szomszédos. Akkor sötét erdő. Te kedves vagy, az anyád istenét, kibújt a szagaságból. Még nem tudsz. Jó, akkor én... Hát most... Hát, hogy állunk? Hát nem állsz jól. Nem. Jó az a játék, ilyen tilitoli. Téli-toli, de most én most kifejezetten szarul állok. Sötét erdő, visszaveszem Levitől. Mert... tudtam. Nem baj, de most te meg... De hülye vagyok, tiédet kellett volna. Igen, most te meg tudod támadni. Jó? Na. Hát, hogyha sikerül. Hát most figyelj, most a választ, figyelj. Hány jó, a következő kérdésünket kémiai kategóriába szeretném föltenni. Kémia. Nagyon köszönjük. Jó? Remélem, hogy valami a kovalens kötésről lesz valami érdekesség, meg a Torricelli csőről. Atommagjainak. Az Egyesült Királyság. Mário. Van egy ilyen. Mário. Melyik tagországának a zászlájában van egy sárkány? Ezt a mázit, hogy ezt pont tudom. Mert foci mi? Tényleg tudod? A rohadt. Akkor majd kacsincs rá. Jó, megbeszéltitek Velsz, Skócia, Észak-Írország, vagy Anglia. Észak-Írország. Én Valesra gondolnék. Jó, akkor legyen de az, lehet, ugye? Szerintem... Nem hiszem el. Én Valest mondanék. A hülye foci miatt, mert... Mondjál Valest. Igaz. Szerintem Skót nem az, az szintén kereszt, ha minden igaz, Északír az egy ilyen zöld hülyeség, Anglia meg nincs. Mit játszott a Velsz múlt héten? Úgyhogy Velsz múlt héten? Múlt héten pont nem játszottak. Ellopták az zászlójukat, nem. Az egy Bél játszik ott, és ugye hát én barszás vagyok, meg reálus, tehát ezáltal igen, ezáltal Velsz csapatát sem. De látjátok, itt is rezonál arra a műre, amit írok, már azon meg Sárkány szív a címe, úgyhogy reméljük, hogy... Jó! Hát, na most kiderül. Ez egy ilyen promó volt, kivágjuk. Jó, hát most mit mondjak? Most, szerintem mindenki tudja, hogy a Levi tudja, de csak a foci miatt. Mert értem, hogy valami heraldika, vagy valami ellenne mögötte, de nem! Velsz a jó válasz! És ami azt jelenti, hogy... Nem tudunk rendelni egy pizzát, mert most elég elindultunk, hogy megnyugodj. Azért ismerek, Föl vagyok dúlva, jól látod. Ledobunk egy műsort, és közben ez történik. Sötét erdőt kérem, azonnali hatállyal. Stipis-topi. Te meghúzzál, menj oda, egyik agarát dob le. Szeretném letörni az agarát. Lesz mindjárt egy kis áramszünet a műsorban. Pillanat. Találtam egy TP-linket, gondolom, hogy nem kell annyira. Te igen? Sötét webben turkász. Igen. Jó, sötét erdő vissza, és akkor... Nos, kedvetlen nézőink, hozzátok fordulok ezzel a lendülettel, mert hogy ti is beszálltok a játékba, méghozzá úgy, hogy fölteszek egy kérdést, 4 variáció, ahogy a játékban lenni szokott, és a helyes válasz mellett van egy kód, ha azt beírjátok a honfoglaló játékódba saját magatoknak, akkor 5000 aranytallért jóváírunk nektek, jelentsen is ez bármit. Értitek ezt? Jó. A kérdés pedig a következő, ha összeadjuk a Bombon fennállásának évszámát, tehát hogy hány éves a Bombon és hány éves Levi, mekkora számot kapunk? Ez a kérdés. Vagy szorozzuk? Legyen nehezebb? Adjuk össze. Adjuk össze. Jó játékot kívánok, mi pedig játszunk itt tovább. Na jó van, következő kérdés. Melyik a legmagasabb mértékegységeknél használatos előtag az alábbiak közül? Tehát melyik a legmagasabb? Igen. Előtag. A milli, a femtó, a pikkó vagy a nano? Hát ez egy jó kérdés. Hát a nano az nagyon pici, az biztos, hogy nem. A milli. Szerintem a milli. A milli legmagasabb. Az, a milli lesz. Miért? Mert az összes többit nem ismerem, és azok gondolom kicsi. Az akkor kicsi, ha nem ismerek, csak kicsi lehet. Lehet a milli, menj a milli, nekem milli, neked meg csináljam, akarsz. Igen? Na, Levi, nem kell mindent elhinni, amit mond a Peti. Én femtót nyomtam. Mekkora lett egy femtó? Én csak a nanót meg a millit ismerem. Én már milli csak a vanili volt nekem. A nanó nem tudom. Pikó volt olyan vasutam régen, mert volt TT vagy pikó, ez a kettő ment nagyon. És olyan pikóvasta, a femtól az életemben nem hallottam. Fogalmam sincs. Ha most kiderül, hogy ez gorgonzola sajt. Ne, van ez a kiütésem a femtó. Van egy ilyen. Tényleg neked van egy ilyened? Erről akartam veled beszélni. A nagyon rossz szóviccek. Rovatom, igen. De ezt szeretem, az szép. És erre mit csinálsz? Most csinált egy jót. Nem olyan jók azok. De, na jó, csináltak egy kis promót neki. Nézzétek meg, nagyon rossz szóvicek, Facebook. Ami viszont a dolgot illeti, hogy a femtó, az attól félek, hogy az jó. Nem, tényleg? Aha. Mondom én, Peti, ez a baj, látod? Az a jó válasz. Az a legnagyobb? Ne, hát abban, igen. Az a legmagasabb. Az nekem a jó válasz, mert hogy rossz. Így viszont a millivel te oda tudsz. És akkor odaverjek neki még egyet. Viszont akkor végezd ki. Hát még, nem tud. De ezért... Még nem, mert nem csak egy szarvat tudok leszenni. Igen. Hú, bakker. De azt le is szedem. Én most nagyon vesztek. De utána vesztek. Hát jó, hát figyelj. Hát, én jövök kétszer, az éles sziklákat kérem. Ez a baj, ez kárgya elvette most. És... A varázslók sziklánál már a lakosok egy kicsit kivannak, de most újra sötétbe borul a varázslók sziklái. És építek egy kerítést a varázslók szikláira. Ez a baj. Törjük a sziklát. Nem oda, a izére építek, bocsánat. Hát tök mindegy, hova építek, a sötét erdőre építek egy sziklát, egy kerítést. Falat húztam. Az szikláknál visszamegyünk majd. Hát de igen, meg tudsz, de legalább a Levit egy kicsit távol tudom tartani, tehát most innentől kezdve te vagy csak veszélyes rám. Jó, hát akkor én látom a következő kérdést, akkor én gratulálnék a győzelemhez. Sajnos én ismerlek benneteket, bravo Levi. Megkímélném magam az átéléstől, jó? Tehát ezt higgyék el a kedves nézők és a kedvetlenek, és rossz napot kívánok, hogy ezt én most elvesztettem. Úgyhogy innentől elköszönünk, nem szeretném a csúfos bukásomat most, ha megnéznétek. Úgyhogy a játékot befejeztem, én ünnepélyesen erről lemondok. Tehát kövessétek korábbi adásainkat Instagramon, Facebookon, mert ott nincsenek, tehát ezért fontos követni, és onnan ugorjatok át az Aréna, mi ez? Honfoglaló, onnan ugorjatok át az Honfoglaló Arénába, ahol a szövetség korábbi adásait is megtekinthetitek. Nem fogom megmutatni, hogy kinyírnak. De épp az, hogy erre nem fogom meg... De erre kíváncsiak. Nem érdekel. Sötét, nagyú, köszönjük, viszont... küzdelme és vergődés, hogy kéz és láb... Vége, nem fogjuk megmutatni, nyugodtan, mert ez már egy magánbeszélgetés. Hogy vagytok egyébként mindenre? Ez már egy magánbeszélgetés, nem fogom megmutatni, hogy rommá aláztok. Minden oké, Peti, mert tényleg jó, ne foglalkozzás. A sötét nagyúr megfutamodása közös nótáért kiállt. Ismét győzött a tudás. Gratulálunk! Ha kíváncsiak vagytok, hogy valójában hogy végződött a csata, akkor gyertek az Instagram oldalunkra. Kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy ne maradjatok le róla. Sziasztok!